Imád ruhákat vásárolni Meghan Markle, 37. A Sussexi hercegnő csillagászati összegeket költ ruhatára frissítésére, csak tavaly egymaga több pénzből öltözködött, mint az egész királyi család. Amióta Harry herceg, 34, felesége lett, arra törekszik, hogy szépségben lekörözze sógornőjét, Katalint, 37. A cambridge-i hercegnőnek többek között az sem tetszik, hogy ha bár eddig ő volt a legjobban öltözött hölgy a famíliában, ám Meghan olykor kihívó öltözködésével teljesen elvonta a figyelmet róla, jegyezte meg egyben fentese. Szemet szúrt a divac kékértőknek, hogy nem telt el 2018-ben egy hét sem, hogy Meghan valamilyen egyedi ruhakölteménnyel ne hívta volna fel magára a figyelmet. Ezért utána néztek, mekkora összeget fordítanak az európai királyi családok a divatra. Magasan Meghan Markle költötte tavaly a legtöbbet márkás ruhákra, cipőkre és kiegészítőkre, körülbelül 145 millió forintnak megfelelő összegben vásárolt be. Egyedül ötször többet költött, mint az őt követő hercegi feleségek. Ráadásul a szakértők szerint ennél jóval magasabb lehet a végösszeg, hiszen ebbe a listába az olyan különleges, egyedi megrendelésre készült darabok be sem kerültek, mint a mennyasszonyi ruhája, hiszen ennek ára nem volt publikus, közölte a felmérést végző Identified Fashion Objects csapata. A legmeglepőbb, hogy nincs az első háromban a legstílusosabban öltözködő Katalin hercegné, aki 24 millió forintnak megfelelő summával negyedik lett. Meghalt egyébként Mária dán hercegnő, 46. A dán király felesége követte 31 millió forintnyi költésével. Érdekesség az is, hogy egy másik angol arisztokrata, második Erzsébet királynő legkisebb menye, Zsófia wessexi grófné, 53, állhatott a képzeletbeli dobogó harmadik fokára, ő tavaly 26 millió forintnyit fordított ruházkodásra. Lemaradt a születésnapról karácsonykor már a királynőnek és Károly hercegnek, 70, kellett közbelépni, hogy a sussexi és a cambridge-i hercegi pár elássa a csatabárdot, így a szokásos sandringhami ünnepi misére már a legjobb barátnőkként érkezett meg a két feleség. Azonban most kiderült, nincs béke, Katalin nem hívta meg Meghant és Harryt a múlt heti születésnapi ünnepségére.